Na sziasztok srácok, egy újságok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban. Egy elég érdekes, kompetitív stratégiai játékot hoztam el nektek. A Wargaming berkeiből a Total War arénát fogjuk jelen pillanatban megnézni, és azon belül is a barbárokkal fogjuk majd csapatni. Hát próbáltam beöltözni barbárnak, ez lett belőle. Igazából ilyen elit alakulatos Son Gokunak nézek ki, de srácok, engedjétek el. Engedjétek el. Szóval srácok, a Total War arénával csapatjuk nem sokára. Azt azért szeretném elmondani nektek, hogy ez a videó egy szponzorált tartalom. A Wargaming támogatásával jött létre ez a videó. Úgyhogy hát fogadjátok sok-sok szeretettel. Nagyon fontos elmondani srácok, hogyha ti is ki szeretnétek próbálni a játékot, akkor ne felejtsetek el a videó leírásában a linkre kattintani és beírni a PlayVTA nevezetű kódot, mert ezzel ugyanis 7 nap prémiumot, illetve 500 goldot fogtok kapni. Hát te hülyének is megéri. Szóval írjad be fele. Csapassunk, kezdjük is bele. Nézzük, hogy itt mik vannak. Ugye különböző kommanderek közül lehet választani, tehát itt a kártágóitól kezdve a görögön át, a rómain keresztül egészen a barbárokig, amikkel egyébként mi leszünk most. Ugye kezdetben egyet tudsz kiválasztani, én őt választottam, nagyon eléggé érdekes kis figura, hát majdnem hasonlítok rá. Nekem a fején valami Son Gokus hajviselet van, neki meg egy baromi nagy farkas. A commandereken kívül egyébként lehetőség van a unitsokba is állítgatni, ugye itt alapvetően két free van, amiket bármikor be tudsz rakni, ki tudsz cserélni, illetve valamelyik egy ilyen touch trees, ahol különböző tulajdonságaidat tudod még növelni, fejleszteni, illetve elérni őket, ugye itt alapvetően kapsz ilyen, nem is tudom milyenek a neve, Tribers Man, illetve van egy Riders, de amikor tovább mész, akkor különböző egységeket kaphatsz, és nyilvánvalóan minél tovább játszod, minél jobb vagy a játékban, annál erősebb katonáid is lesznek tulajdonképpen. Be is töltött a játék, itt leszünk az ötös pozícióban. És hát megpróbáljuk megkeresni itt az enemit. Közben annyi változás van, hogy mégsem barbárral mentem, hanem a rómaiakkal. Nem tudom, utána néztem, és valamennyivel kicsivel szimpatikusabb volt, úgyhogy meg fogjuk nézni itt a rómaiakat. Főleg azért egyébként, mert most nézem pont a róma sorozatot. És így valamiért most így ez nekem így jó volt. Na, ott vannak egyébként. Hú. Le kéne menni segíteni nekik? Ajjajajajaj. Hát lehet, hogy oda kéne mennem Tetyának segíteni. Itt elég sokan vannak. Sőt. Nem tudunk lemenni a hegyről. Na jó, siessetek, haver, siessetek. Menni kéne segíteni. Ott elég nagy csata fog készülődni egyébként. Ne izgulj, hozom az embereimet. Ott elég durván azért meg fognak minket íjazni. Le tudok oda mégiscsak menni? Aha. Le tudunk menni? Le! Király, elbújunk az erdőbe, gyerekek! És itt ki fogunk jutni majd. Megtámadjuk az íjászokat, szerintem az lesz a szitu. Oda kéne menni valahogy itt sunyiba az íjászokhoz. Szerintem pont, hát mondjuk lehet, hogy látja, mert jelöli. Gondolom, de... De most mindenki vonul vissza. Azaz, jönnek az orkok is. Na és most? Most betámadjuk az íjászokat, gyerünk srácok! Egyet idehozunk, hogy azzal így még tudunk ott variálni. Úristen gyerekek, mekkora csata alakult itt ki. Jézus Mária, és közben hátulról is jönnek. Azokat az íjászokat nagyon el kéne fogyasztani. Na nem baj, ide besegítünk. Egy csapattal gyere ide. Gyere. Az íjászokat meg elvileg elég könnyedén le fogjuk tudni szedni. És két csapattal pedig meg tudjuk állítani talán itt a pirosokat. Így van. Egy el is tűnt. Azaz. Jó, kicsit kijövünk a buliból szerintem. Kicsit visszavonulunk és átgondoljuk az életünket. Nem akarom tartani a squadomat. Azaz. Ide. Tökéletes. És túl is érte a másik nagy squadom. A másik nagy squadot meg ráküldöm ide. És gyakorlatilag bekerítettünk mindenkit. Tökéletes. Itt lőnek az íjászok, úgyhogy hát... fut a marha! Fut a bolond, figyeljed! Ez baromi jó! Na, ez megvan, úgy néz ki. Itt még lesz egy nagy fight, de be kéne szerintem állnunk. Elég keményen. Aha. Itt az elején már elég nagy durranás van. Nekem arra kéne menni szerintem, hogyha gyorsan el fog futni arra, mert ott vannak még tesók íjászokkal. És biztos, hogy ez jó lesz nekünk, hogy ott kicsit így visszavonulunk. Ezeket megöljük, és utána együttes támadással vissza fogunk menni azokért. Az itt addig föltartja. Nincs itt probléma. Ezeket szétkapjuk. Azaz!
Azaz, azaz, csap neki, sőt, egy squadot elküldök ide, és meg is vannak gyakorlatilag. Így van, meg is öltünk egyet, és rámegyünk ide a nagyokra. Közben mi van itt lent? Jó, hát úgy néztem, hogy ott meg is lesz tulajdonképpen. Hát ez van cica, amikor így három tűz közé keveredsz. Ez így nekünk most baromi jó lesz. Ez így nekünk nagyon jó lesz. De gyakorlatilag több mint három squadot meg tudtunk így ölni. Mondjuk még nincsen megölve, de már így nagyon-nagyon benne vagyunk a dolgokba. Oda megyünk hátba, mert ott is nagyon el vannak foglalva. És hátulról betámadjuk. Sőt, ezt is oda küldöm, hogy menjen oda. Gyakorlatilag hátba tudjuk szedni az egész bagást. Sőt, mindenki menjen oda. Mindenki menjen oda, és támadja őket hátba. Ez lesz a legjobb nekünk. És elég jól állnak még a squadjaink. Oké. Menjetek, gyerünk. Elhasználjuk a spelleket is. Ezáltal még erősebbek, még gyorsabbak vagyunk. És szét fogjuk őket kapni. Gyakorlatilag az is sebződött a mi csapatunk. Mondom én, jók ezek a rómaiak, srácok. Mondom én. Ha minden jól megy, akkor elég könnyedén le fogjuk tudni őket abálni. Nem férnek oda, az a baj. Na így, most már odafértek. Oké, király. Nagyon jó, nagyon jó. Támad őket, gyakjad őket. Mivel csak millim van, ezért az én feladatom elég egyszerű. Tulajdonképpen oda kell menni, és mint a tank, legyakni őket. Majd az íjászok ott elintézgetik a dolgokat. Mondjuk ott van egy kis szamárkodás. De lehet, hogy oda kéne küldenem segíteni egy csapatot. Menjetek oda gyorsan, fussatok oda. Azaz. Sőt. Dárdázd le ezeket. Dárdázzuk le őket a francba. Amint odaérnek range-be, szerintem le fogják tudni dárdázni őket. És ez a két csapat. Nem dárdáznak? Dárdázni kéne, tesó. Azaz. Mit csinálnak ezek? Jó, harcolnak, jó van. Oppá, az ott meg is nyitott. Nagyon jó. Hát ez gyerekek, ez úgy néz ki, hogy ez win. Ez meg lesz. Ennek meg kell, hogy legyen. Olyan csata volt itt most középen. Ó, és közben jött még egy squad ide. Nagyon-nagyon jól állunk egyelőre. Jó, ezeket simába. Ezeket simába. Ennyi, meg is volt. Oké, okay, álljunk össze, srácok. Itt két kicsi legó. Így van. Újra rendeződik a csapat. Most meg kell nézni, merre mennek. Én nem igazán... Úha. Új, itt egy elég nagy fájt van, ide be kéne segíteni. Ide nagyon-nagyon be kéne segíteni, úgyhogy induljunk el mi is. Én azt mondom. És egységben az erő alapon, a többiekkel együtt valahogy be kéne állni ide. Hogyha ide be tudunk állni, és egy kicsit még kitart ez a harctér, akkor nagyon-nagyon jövünk. Nagyon-nagyon jövünk, srácok. Ez így nagyon jó lesz. Azt nézd meg mennyien. Hát ez esélyed nincs, tesó. Esélyed nincsen. Szétkapunk. Szétkapnak. És egyetlen egy squad, de még annak is van egy ember, tehát még mindenki él. Miközben mi azért elkergettünk elég sokat, kicsit meggyorsítjuk a folyamatokat. Egy rást fogunk itt előadni. Ugye különböző skillek vannak itt lent, különböző tulajdonságokkal. Itt például egy heavy infantry charge van, ami azt jelenti, hogy kicsivel erősebben fogunk oda menni, tehát ilyen sprintet levágunk. Kicsivel gyorsabban oda fogunk tudni érni. És hát eléggé szorítjuk ki az embereket, szerintem meglátták Jusu TV-t és egyből gyakorlatilag elindultak hátrafelé, meg is értem egyébként. Ez nagyon jó, nagyon jó. Még majdnem a teljes seregen megvan, nagyon-nagyon kevés embert vesztettünk, és rengeteget tudtunk harcolni, és rengeteget tudtunk ölni. Úgyhogy ez így jó. Ugye, mint minden online játéknak és minden csatának az a lényege, hogy a másikat gyakorlatilag elpusztítsuk. Úgyhogy itt is az a cél, csak itt annyi van, hogy ugye csapatban kell dolgozni, és hát meg kell nézni azt, hogy kinek mi a tulajdonsága. Ugye itt látod, hogy elég sok mili van, itt viszont van egy íjász csapat, tehát célszerű az íjászok közelébe menni, mert, és ott a bázis, mert ők elég sokat tudnak neked segíteni, míg mi föltartjuk őket, addig az íjászok szét tudják kapni gyakorlatilag a teljes sereget. És ez most is így történik, azokat gyorsan szétütjük. Ez nagyon állat. Kéne ebből csinálni egy live-ot, srácok. Jó, az úgy néz ki, ez meg is van. Hova mész? Ne menekülj! Ó, fut a gyáva! Fut a gyáva. Én segítenék az íjászoknak inkább.
úgyhogy elindulunk errefele visszafele, nem nagyon akarok én ott keveredni, elég sok lovasság meg milli van ott, úgyhogy mi megyünk át, és inkább beállunk ide a sorba, és hát úgy néz ki, hogy elég durván be tudjuk majd foglalni, sőt, egyből ide is fogok már jönni. Ó, és el kell pusztítani a másik bázisát, amihez most eléggé nagy esélyünk van, mert ahogy elnézem, egyetlen egy squad él, aki utána védte a bázisát, nálunk meg mindenki él, tehát gyakorlatilag az a helyzet áll fönn, srácok, hogy tulajdonképpen majdnem full erővel fogunk bemenni a bázisra, és megharcolni gyakorlatilag az utolsó fájtunkat. Ez így elég könnyűnek tűnt. Nem volt azért annyira az. Nyilván azért elég jók voltak a spotok is, ahova beálltak a többiek is. Figyeltek arra, hogy hol vannak az íjászok. Na hát akkor rohanjuk le őket. Szerintem. Ez az, gyerünk! Gyerünk oda befele. Oda megyünk mi is. Aha, és elkezdjük mondjuk dárdázni őket. Be is fordítjuk egy kicsit a kamerát, hogy jobban látszódjon. You are performing friendly fire, az nem jó hír. Az nem jó hír. Úgyhogy kicsit hátrébb megyünk. Mert ugye itt ölöm a saját csapattársaimat is. És most. Na gyerünk. Azaz, azaz, mehet a dárda. Elég sokat is sebzünk. Ti pedig. Gyertek be! Gyertek, menjünk be! Menjünk be! Gyerekek! Ennyi! Ennyi! Győztek! A rómaiak top players! Hát nem mi voltunk a top playerek, de biztos kaptunk érte egy csomó cuccot, presszeli kétű continue. Na! Hát srácok, ki lehet próbálni ingyenesen, ott van a link a videónak a leírásában. 7 napos prémiumot kaptok. Kaptok 500 goldot, tehát tudtok bele már fejleszteni alapból, és hát hogyha tetszik, akkor nyilvánvalóan a határa csillagos ég. Remélem, hogy tetszett, és nézzétek meg mindenféleképpen ezt a játékot, mert nagyon-nagyon jó. Ha tetszett, akkor mindenképpen csapass egy lájkot, és jelezd nekem, hogy ez tetszett, vagy nem tetszett. Nyugodtan dobj egy dislike-ot, hogyha nem tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy kinek mennyire tetszik ez a játék, és hát írjátok le kommentbe, hogy hogyan sikerült nektek az első pár meccs. Én Jussu voltam, remélem jól éreztetek magatokat. Sziasztok!